Gyakorlati képzést és ösztöndíj lehetőséget is biztosít a Magyar Közút a miskolci egyetemisták számára, akik cserébe a cégnél karriert is építhetnek. A Magyar Közúttal kötött együttműködési megállapodást a kampusz, ami többek között a kutatásfejlesztésre is fókuszál. Ezzel 200-ra nőtt azoknak a cégeknek a száma, akik a Miskolci Egyetemet a duális képzés megvalósításában segítik. Kőzetosztályozás a Miskolci Egyetem egyik laborjában, a művelet után pedig elkezdik vizsgálni a köveket aszerint, hogy melyikből milyen alapanyag készíthető. Az apró kövek például nem alkalmasak vasúti töltésekhez. Többek között ezt a kutatást a Magyar Közút ZRT is hasznosíthatja a jövőben. Az alapanyag kitermeléstől, a bányászattól kezdve, annak feldolgozásán át, az anyagvizsgálatokon keresztül, különböző gépészeti megoldásokon át, az automatizálási, okosítási technológiákon keresztül azt gondolom, hogy a teljes portfólióját le tudjuk fedni annak az igénynek, illetve annak a akár hallgatói, akár kutatásfejlesztési igénynek, ami felmerül a vállalatnál és a cégnél. A kampusz mindhárom műszaki kara érintett abban a megállapodásban, ami az egyetem és a Magyar Közút között született. Az együttműködés azonban nem kizárólag a duális képzésre vagy a kutatásfejlesztésre szorítkozik. Gépészmérnök, környezetmérnök, anyagmérnök, logisztikus, amire a Magyar Közútnak közeljövőben szüksége van, ilyen kollégákat keresünk, és mi azt tapasztaljuk, hogy Miskolci Egyetemen végzett diákok, azok nagyon jól felkészültek. A közút karriert kínál, az egyetem pedig tudást biztosít a cég számára, például a hulladék újrahasznosításához, a veszélyes hulladékok ártalmatlanításához, valamint a hulladékszegény technológiák kialakításához. A kutatás és az oktatás igényre szabása fontos szempont az egyetem számára, a rektor szerint. A cégeknek, de nem csak cégeknek, mert gondolhatók akár egy önkormányzatra, hogyha mondjuk egy település meg akarja fogalmazni, hogy ő milyen jövőképet szeretne magának, akkor ebben is tudunk nem csak műszaki karok vonatkozásában támogatást nyújtani, akkor azt mondhatjuk, hogy mi a kutatásunkkal is, kutatásainkkal is tudjuk támogatni a környezetünkben lévőket. Az együttműködés részeként a Magyar Közút többek között gyakorlati képzési és ösztöndíj lehetőséget is biztosít majd az egyetemistáknak.